mit csinál majd másként, mint Lázár János? Hát először is a műfaj megtartásával szeretnénk értékelni is azt, hogy a politikában mindig nehéz műfaj teremteni, és Lázár Jánosnak ezt a kormányinfóval sikerült. Tehát ilyen értelemben a e műfajban ő is tovább él itt velünk a miniszterelnökségen. Egyébként meg különböző személyiségek vagyunk, tehát mindenki önmagát adja. Az első napirendi pont a kormányülésen is, és most is a stopsoros törvénycsomag volt. Valamelyest kibővítve, de a 2016-ban el nem fogadott alkotmánymódosítás képezi a mostani egy alkotmánymódosítás részét. Ezen kívül a magánlakás otthon védelmének megerősítése, mint második témakör, és harmadik témakörként pedig, amit szintén említettem, egy másodperc, és megmondom. Harmadik témakörként pedig mindjárt megmondom, hogyha eszembe jut, hogy mi a, közigazgatási bíróságnak a létrehozása. A jövő évben 80 milliárd forinttal több lesz a honvédelmi költségvetés. Én nagyon-nagyon szeretem gyermekkorom óta a focit, 15-16 évesen Fradi bérletem is volt, de most már magyar foci meccsre felettébb ritkán járok, inkább külföldi meccseket nézek. Egész egyszerűen egy hazugságokon alapuló lejáratási kísérlet az argentini jelentés. A helyzet az az, hogy Tálai államtitkár úr nagyon helyesen járt el tavaly, hiszen akkor nem arról volt szó, hogy világpiaci folyamatok álltak volna az ő választókerületét érintő kutak magasabb árazása mögött. Én is úgy fogok eljárni, és minden képviselőtársamnak is azt javaslom, hogy ha az átlagos árhoz képest, ami a világpiaci ártól függ, 20-30 forinttal eltérő árazás van a saját választókerületbe eső kútnál vagy kutakon, akkor ezt feltétlenül tegyék szóvámolna. Hogyha mi a gazdaságpolitikában 2010 után az Európai Bizottság ajánlásait követtük volna, akkor ma nem állna ilyen jól a magyar gazdaság. Mikor lesz Euró Magyarországon, miniszter úr? Az a véleménye továbbra is a kormánynak, hogy akkor van értelme az eurót bevezetni, hogyha az Európai Unió átlagos életszínvonalának 85-90%-át elérjük. A Human Rights Watch nevű nemzetközi szervezet indított egy akciót, hogy a Fidesz zárják ki a néppártból. Ugye az említett civil szervezet nagyrészt Soros György támogatásából él. Azt tudom csak mondani, hogy a Fidesz az Európai Néppárt legsikeresebb tagpártja. Tehát furcsa lenne, hogyha egy közösség a legsikeresebb pártját ki akarná zárni. A kormányinfó már elköltözött a parlamentből, vajon a kormány mikor költözik el, illetve mikor költözik fel a várba? Minél előbb, egy éven belül. Köszönöm.